Sziasztok! A mai végre ismét egy kedvences videó lesz. Úristen, annyira régen volt már ilyen videó, hogy nem is emlékszem rá, hogy mikor volt. És megmondom őszintén, hogy nekem már nagyon-nagyon hiányzott, de most gyűlt össze néhány olyan termék, amiről mindenféleképpen szeretnék beszélni nektek, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Az első dolog, vagyis az első két dolog, amiről beszélni szeretnék nektek, az az OGX tápláló kókusztejes sampon, illetve balzsam, amit én a Müllerben vettem, és úristen! Azon túl, hogy isteni finom kókuszillatuk van, annyira isteni érzés hajat mosni ezekkel, és amikor megszárítom, akkor ilyen sejmes és puha és fényes és illatos. Bár az igazság, hogy az illatukat nem sokáig érezni, mert utána használok más valamit, ami elveszi ezeknek az illatát. Talán ez egyetlen negatívum, az az áruk, mert hogyha jól emlékszem, akkor talán 2500 forint sampon, vagy valami hasonló. Szóval nem olcsó, viszont tényleg nagyon jó. Erről a krémről biztos, hogy beszéltem már nektek valahol valamilyen formában, illetve a blogon is írtam róla, sőt, aki követ külföldi videósokat, az biztos, hogy találkozott már ezzel a Brazilian Bum Bum Cream-mel, ami igazából a brazil nők a fenekükre használnak, azért ez a Bum Bum itt a krém nevében, de ez tulajdonképpen egy testápoló, aminek nem tudom elmondani, hogy mennyire finom illata van. Tudom, hogy rohadt idegesítő, mikor ti nem érzitek, én meg beszélek valamiről, de tényleg nagyon finom illata van, és hihetetlenül jó a textúrája, nagyon gyorsan felszívódik, és baromi puha lesz utána a bőröm. Ennek is az az egyetlen negatívuma, hogy, vagyis két negatívum van, egy, hogy nem lehet nálunk kapni, én ezt a Kárt Beauty weboldalról rendeltem, a másik negatívum pedig az, hogy ez is baromi drága, ugyanis a nagy, hát nem is tudom, 250 ml-es kiszerelésnek az ára 15.000 forint. Azért egy testápolóért az szerintem eléggé brutál, éppen emiatt csak ezt a kicsit rendeltem meg, úgyhogy ezt most így őrizgetem, meg tényleg csak így kivételes alkalmakkor használom, de azért néha így beleszippantok, mert teljesen függője lettem ennek a krémnek. Aztán még két dolog, amit szintén a Kárt Beauty-ról rendeltem, ez a The Ordinary Natural Moisturizing Factors plusz H a hidratálókrém, illetve a niacinamid 10% plusz cink 1% szérum. Hát most már nem is tudom, mióta használom őket, nem akarok hülyeséget mondani, de most már biztosan állíthatom, hogy imádom mindkettőt. Ez egy szuper hidratáló krém. Az az érdekessége, hogy baromi sűrű az állaga, elég nehéz egyébként kinyomni ebből a tubusból, mégis nagyon-nagyon hamar felszívódik, és nagyon jól hidratálja a bőrömet, semmilyen szinten nem irritál, nem nehezíti el azt, nem csillog tőle, tök jól lehet rá sminkelni. Ha még fényvédő is lenne benne, akkor a tökéletes nappali hidratáló krém lenne. Ez a szérum, ez pedig problémás bőrre való, és nekem igazából csak a T-zónám szokott problémás lenni, de úgy gondoltam, hogy megrendelem, és igazából főként ezen a részen használom, és azt vettem észre, hogy nekem itt a T-zónámban szoktak lenni ilyen kis hát puklik, nem pattanások, de ahogy így végig simítom a bőrömet, így szoktam érezni, hogy nem egyenletes a bőrömnek a felülete. Ez úgy lesimította a homlokomat, hogy nem hittem el. Tehát így nem is tudom, hogy hány napja használtam, körülbelül 5 napja használhattam, vagy egy hetet, amikor is így, nem tudom, én így dörzsölgettem a homlokomat, és így Isten, de sima a homlokom. Hova tűntek innen a kis puklik, amik igazából szabad szemmel nem is nagyon voltak láthatóak, de érezni lehetett őket, ahogy végighúztam a tenyeremet, de ez konkrétan eltüntette őket. Este így a hidratáló krém előtt szoktam ezt használni. Én egy olyan kb. 2 cseppet szoktam így bele tapogatni a bőrömbe, és azt el kell mondjam róla, hogy ragacsos. Tehát felviszem a bőrömre, és utána egy pár percig ilyen ragacsos érzés van, de amint az elmúlt, felkenem rá a hidratáló krémet, és tényleg semmi gond. És tényleg gyönyörű lett tőle a bőröm, szóval nekem ennyi elég. És úgy látom, hogy már csak sminkek vannak hátra. Az első smink, amiről beszélni szeretnék, az a Max Factor Cream Bronzer 05-ös Light Gold bronzosító, aminek baromi érdekes textúrája van. Olyan, minthogyha krémes lenne, de közben meg olyan púderszerű, szóval nem igazán tudom körülírni, viszont nagyon jó egyenletes a textúrája van, és egyszerűen gyönyörűen így belesimul, beleolvad a bőrbe. Ha szeretnétek minél tovább megőrizni ezt a nyári napcsókolt a hatást, akkor nagyon tudom ezt ajánlani. Felveszi a versenyt a Physicians Formula Butter Bronzer bronzosítóval, amit tényleg imádok és szeretek, és szerintem mióta megvan, csak azt használtam. De most ezt kipróbáltam, és nagyon jó. Itt van még ez az Avon Mark Magix HD Finishing Powder. Általában a szem alatti korrektort szoktam ezzel fixálni,
és felviszem a bőrömre, és utána azt érzem, hogy ilyen tökre ilyen bársonyos a bőröm. És olyan szépen így beleolvadt az egész korrektor a bőrömbe, gyönyörűen fixálja. Úgyhogy tényleg ez nagyon jó kis cucc, komolyan olyan, mint valami high-end puder, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Ha kerestek ti is jó kis fixáló pudert, akkor ezt mindenféleképpen nézzétek meg. A következő nagy kedvencem az a NYX Cosmic Metals szemfesték paletta, amiben 6 gyönyörűséges, de jól néz ki. Szóval 6 gyönyörűséges fényes árnyalat található benne, a blogon is írtam már róla, ez egyébként a CMSP01. Árnyalatú paletta, tényleg nagyon szép, beszédes neve van, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a festékeknek nagyon jó a textúrája, némelyik egy picit porzik egyébként, szóval nem egyforma a textúrájuk. Én egyszerűen élek-halok ezekért a gyönyörű fényes árnyalatokért, és ennek a palettának a színösszállítása, hát ezt így konkrétan nekem találták ki, úgyhogy most is ez van egyébként a szememen, nagyon szeretem, nagyon meg vagyok vele elégedve. És ha már a szemsminketnél tartottunk, szerintem kismillió helyen találkozhatok már ezzel a szempillaspirállal. Én kevés olyan emberrel találkoztam, akinek ez ne jött volna be, pedig én amikor megláttam ennek a kefét, azt mondtam, hogy én ezt nem próbálom ki, mert utálom az ilyen keféket. Egyrészt gumisöltés kefe, amit eleve nem nagyon szeretek, de ez még ilyen spirálos, tekergőzős, full extrás, nem tudom én milyen kefe, amikor megláttam, úristen, mondom, ebből jó nem sülhet ki, de aztán csak motoszkált bennem, hogy mit tudhat ez a szempillaspirál, és kipróbáltam, és úristen, egyszerűen gyönyörűek tőle a szempilláim, szétválasztja őket, szétteríti őket, íveli őket, és ami a legjobb, hogy nem pereg, és nem maszatolódik, én nem egyszer ebben szoktam tornázni, és tényleg nagyon izzasztó tornákat csinálsz, szóval főleg, amikor nyáron így a 35 fokban nekiálltam tornázni, és szakadt rólam a víz, és meg sem moccant. Szóval, hogy így nagyon durván tartós, úgyhogy imádom ezt a szempillaspirált. És a végére maradt még két ajakkence, az egyik a MAC Twig árnyalatú rúzsa, ezt már mutattam nektek az egyik vlogban, hogyha jól emlékszem, ezt a MAC webshopból rendeltem. Ez egy ilyen szatén finisű rúzs, gyönyörű, szép, természetes árnyalat, kicsit májvás, nem túl sötét, pont jó, hétköznapokra szerintem ideális, nagyon kényelmes viselet, nagyon jó a textúrája, úgyhogy imádom ezt a rúst. És a másik nagy kedvenc az pedig a NYX Liquid Sweet folyékony rúzs, vagy valami hasonló, nem is tudom, hogy ezt minek lehetne lefordítani. Ez a 04-es Soft Spoken árnyalat. Ez igazából egy ilyen matt ajakrém, talán ez a legjobb szó rá. Ennek is gyönyörűséges színe van, és ez egy matt ajakrém, ennek ellenére én nagyon szeretem, pedig én nagyon-nagyon kevés matt ajakkencét szeretek, de ez egyáltalán nem szárít, nagyon kényelmes viselet az ajkakon, nagyon tartós is, és hát tényleg egyszerűen bele vagyok szeretve ebbe a színbe. Ezek lettek volna az én aktuális kedvenceim. Ha van esetleg köztük olyan, amit ti is próbáltatok és nektek is bevált, vagy van valamilyen olyan durva jó termék, amit szívesen ajánlanátok nekem és a többieknek is, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!